Én dolgozhatnék a világ bármelyik pontján, Hawaii-tól Japánig tényleg. De így Győrben, hogyha ha kézbe veszem a januári színház programot, akkor látom, hogy újra megnézhetem Mácsai Pált, vagy esetleg lehet, hogy majd februárban megint eljön Bálint András, és előadja a Heltai naplóját, amit nagyon szeretek. Ezután sort keríthetünk olyan beszélgetésekre, amikre nyilván külföldön abszolút semmiféle lehetőség nem lenne. Ha úgy gondolom hétvégén, akkor 80 kilométerre vagyok a Káli-medencétől, lemehetek, és nekem ez a, vagy a Tihanyi apátságot meg tudom nézni, a Pannonhalmi apátságot. Hát nekem a világ legszebb helye, a világ legjobb országa, és nagyon-nagyon szeretek itt élni. Én nem tudnám elképzelni, hogy külföldön éljek. Végén nem az úszodánál találkozunk, ez azt jelenti, hogy jut idő egy kis pihenésre is, nem volt gyenge évetek, és biztosan kijár, ez mindig így van. Na, ez legtöbbször így van, azért ez nagyban függ a főverseny, illetve a kvalifikációs versenyek időpontjától is. Most ugye március végén van egy kvalifikációs verseny, az országos bajnokság, és a főverseny ugyanakkor csak augusztusban van, Glasgow-ban, úgyhogy bőven van még idő arra, hogy egy teljes felkészülést az ember végigcsináljon. Hát hogyha ha adott versenyző például a 17-18-es szezonban részt vesz az összes versenyen, gondolok itt a rövidpályás EB-re, a nagypályás EB-re, az országos bajnokságra, akkor az majdnem egy 12 hónapos szezon, a klasszikus felkészülés meg igazából egy 9-10 hónap maximum. Úgyhogy igen, ez az egy hét pihenő, ez bőven belefér. Ez kifelé nem látszik ennyire, de hogyha tényleg így összeadjuk ezeket a versenyeket, akkor lehet olyan év, amikor szinte minden hétvégére jut valami. Hát abszolút, de nem ritka az olyan szezon, amikor 40 versenyünk van. És azért, hogyha az ember azt összeszámolja, az azt jelenti, hogy majdnem minden hétvégéje foglalt. De hát ezeknek a versenyzőknek ugye nem csak ez van, nem csak az úszás van, majdnem az összes versenyző jár még egyetemre, főiskolára, vagy valamilyen szinten tovább tanul. Ugye gimnáziumban persze a fiatalabbak, általános iskolában nyilván. Úgyhogy nem csak az úszás van nekik, és nem is szabad, hogy csak az úszás legyen nekik, mert az nem... Hát nem egészséges. Ez a pihenés meg az ünnepi időszak nyilván alkalmazott arra is, hogy egy kicsit együtt lehessen a család. Nálatok ez nem annyira egyszerű. Hát nálunk nem annyira egyszerű, persze. Ritkán lehet erre alkalom, Pécs nincsen olyan nagyon közel. Hát Pécs elég messze van, ráadásul elég sok tagja a családnak, az külföldön él, Észak-Amerikában, Svájcban, erre-arra. Úgyhogy most nem is volt együtt az egész család, de azért mindig nagyszerű Pécset tölteni egy pici időt. Ugye engem már az életem az abszolút ideköt Győrbe, és ezt is hívom úgy, hogy az otthonom. De a családom egy része még mindig Pécset él, már a kisebbik része, mert a többség ugye elment onnan. És hát igenis meg kell látogatni őket karácsonykor. Ennél sokkal többször nem szoktunk Pécsre utazni, mert ahogy te is mondtad, az egy 300 kilométer. Családi hagyomány is lehet akár nálatok most, hogy épp itt az úszoda mellett jövünk el, hogy majdnem mindannyiótok, aki ezen a területen dolgozik, a nullából épített fel valamit ott, ahol éppen él. Neked milyen érzés még ma is reggelente elindulni abba az úszodába, ami maximálisan a te nevedhez és a tímednek a létezéséhez köthető? Hát nagyon jó érzés. Ugye 13-ban jöttünk ide, most már több mint 4 éve, és akkor még igazából úszoda se volt, csak a pici 25-ösök, ugye a gyáév, meg a sátras, meg a móra,
ami szintén nagyon jó úszodák egyébként, és lehet ott is dolgozni, de hát ez az új aquasportközpont, ez valami egészen fantasztikus. De hogyha elvonatkozhatok ettől, hogy 14 decemberében tulajdonképpen készen lett egy fantasztikus úszoda, akkor a legbüszkébb inkább arra vagyok, hogy a győri edzőkkel nagyszerű kapcsolatot sikerült felépítenem, és abszolút egy jó családias hangulatban tudunk együtt dolgozni. Nagyon sok győri gyerek van a rendszerben, és most már idén meg volt az első saját nevelésű válogatott versenyző is, aki részt is vett a közép-európai országok utánpótlás versenyén, és ott negyedik lett, ami egész jónak mondható. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogyha van itt egy klub, amit nagyon sok támogató felkarol, legyen szó az önkormányzatról, a MOB-ról, a Magyar Úszó Szövetségről, akkor igenis legyen lehetősége egy itt született tehetségnek, mondjuk legyen az Magyarország bármely pontján született tehetségnek, hogy itt ebben részt vegyen, hogy ez számára elérhető legyen, és hogy olyan árakkal tudjunk akár dolgozni, ami nem egy horrorisztikus összeg. Tehát nálunk mondjuk a tagdíj az 8000 forint, és ezért cserébe a gyerekek nagyon-nagyon sok mindent megkapnak. Annak ellenére, hogy nem vagyunk ugye TAO sportág, próbáljuk azokat a gyerekeket is felkarolni, akiknek az anyagi lehetőségei szűkösebbek. Hogyha valaki több gyerekkel jár az egyesületbe, akkor azért kevesebb tagdíjat kell fizetni, és mindig vannak nehéz élethelyzetek, de mindezzel együtt úgy érzem, hogy ez a sportág, ez nem egy ilyen elzárt közösség, nem egy ilyen távolról nézhető dolog, hanem amelyik gyerek kedvet kap, az igenis tud csatlakozni, és mi tulajdonképpen elküldeni sem anyagi, sem szakmai indok miatt nem szoktunk senkit, tehát mindenkinek találunk csoportot, és mindenkinek találunk elfoglaltságot. Hát magatartásbeli ok miatt elküldünk bárkit, ez egy másik kérdés. Az ma mennyire jellemző, hogy a hozzátok érkező gyerekek maguk, vagy éppen a szülők választák ezt a sportágat? Hát egy nagyon sokat beszélgetek a többi sportág edzőivel, legyen szó súlyemelésről, birkózásról, judóról, atlétikáról, és azt hiszem, hogy az úszás az mindenképpen előnyben van, mert ugye úszni, meg kell tanulni úszni, tehát az egy életmentő mozgásforma, minden gyerek meg kell, hogy tanuljon úszni. Ugyanez nincs így a futballal, a súlyemeléssel, vagy a tollaslabdával, hiszen azok tulajdonképpen csak, idézőjelbe vett csak testmozgások. Úgyhogy ilyen szempontból szerencsés a helyzetünk. Azon túl, ha már átmentek a gyerekek a szűrőn, és eljöttek egy-két alkalomra, és ha látjuk, hogy tehetséges valaki, akkor persze próbálunk beszélni a szülővel, próbáljuk neki mondani, de nem akarunk senkit rábeszélni, sem erre a sportágra, sem az élsportolói karrierre, sem arra, hogy áldozza azért az életét. Nem is kell ezért az életet áldozni. Ez egy olyan sportág, ami bizonyos korban a gyerekek idejének a nagy részét felemészti, vagy igényli, inkább úgy mondom, hiszen 13 éves gyerekek már hetente 5-ször járnak hozzánk reggel, vagy 6-szor, attól függ, hogy jönnek szombaton, vagy nem, és még 4-szer délután, plusz a versenyek. Úgyhogy a cél inkább az, hogy egy olyan közösség legyen, ahova már a gyerek is szeret tartozni, és azt hiszem, hogy ez sikerült itt Győrben. Mikor fordult meg ez benned annak idején még Pécset, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni? Te úszóként igazán nagy eredményeket nem értél el. Te is többször elmondtad, hogy lusta úszó volt, de nem szeretnél korán kelni, bárki szeret korán kelni, és igazából nem kötött le az úszás. Hát persze, hogy... Nem voltam, hogy ott a családi hagyományokon túl. A családi hagyományokon túl semmi, de hát azért valóban, ahogy mondod, a reggel 4:30-as kelés, ez kevés embernek a hobbija. Egyébként nekem már azzá vált, én nagyon szeretek korán kelni. Mikor vált? Hát 20-21 éves koromban édesapám ott hagyta az asszisztense, az akkori asszisztense, és azért a pénzért, amit az egyesület adni tudott, ez körülbelül egy tank benzin ára volt. Nem talált senkit éppen, nem tudott leakasztani senkit a szögről, hogy akkor gyere edzősködni, és mondták a szüleim, hogy kéne egy picit segíteni, mondjuk egy-két hetet, amíg valakit találunk a helyi főiskoláról, vagy a tanári karból.
és hát egy hét után abszolút nem akartam úszóedző lenni, abszolút nem érdekelt az egész, és nem kívántam ezt a dolgot. És egy hét után annyira megtetszett, hogy azt gondoltam, hogy ez nem. Én nekem ez jó lesz. És hát végül is azóta vagyok úszóedző. Utána el is végeztem a TF-en, ugye akkor indult már középfokú edzői, jelentkeztem utána az akedzőire is, és az egész így elindult, és megszerettem a dolgot, mert azt láttam, vagy és most is azt látom, hogy nagyon hálás dolog fiatalokkal foglalkozni, és nagyon sűrű jönnek a visszacsatolások a munkád révén, akár az, hogy valaki gyorsabban úszik, akár az, hogy valaki elolvas egy szerb Antal könyvet, vagy kézbe vesz egy színházjegyet, és elfárad a színházba, hiszen éppen most is színház mellett autózunk. Ez nálatok nagyon fontos, az oldalatokon is láttam több ilyen kiírás, most karácsonyra is. A pihenésre azért kaptak házi feladatot. Így van. Az egyesületi tagok, ami olyan furcsa, itt kívülről nézve, hogy a sport mellett mennyire fontosnak tartjátok a tanulást, a kultúrát, hogy ne felördöljön a gyerek a mai világnak a csodálatos vívmányaiba. Hát nézd, nincsenek illúzióim, tehát nem gondolom, hogy minden gyerek el fogja olvasni a Mester és Margaritát, akinek mondtam, és azt sem gondolom, hogy ezt szankcionálnom kellene, vagy emiatt őket büntetnem kellene, mint ahogy a piciknek pedig egy egészen egyszerű mesét, a Hobbitot javasoltam, ha lehet, akkor idegen nyelven, de ez sem fog mindenkinek sikerülni. Ha az egész csoportból, vagy a klubból akár egy gyereknek átmegy az üzenet, hogy ami minket kiemelhet akármilyen szinten, az a kultúra, legyen szó testkultúráról, vagy szellemi kultúráról, akkor az már jó, akkor már megpróbáltunk valamit tenni azért, hogy ez az egész egy jobb világ legyen. Egy 20-30-40 év múlva, amikor ezek az emberek felnőnek. Mert annál szomorúbb dolog, hogy valaki felteszi az életét egyetlen egy dologra, és semmi mással nem foglalkozik, aztán 30-35 éves korában majd, amikor mindennek vége, akkor körbenéz, és azt látja, hogy na hát akkor kéne valamit kezdeni az életemmel, de mit is, és hogyan. Hát elég sok ilyen ember szaladgál most is az utcákon, a sportolók között, és én nem szeretném ezt a felelősséget felvállalni, hogy én valakinek az életét ilyen szinten lenullázzam. Ez egyébként is elég nagy szembeszél van a mai fiataloknak. Rengeteg inger van, amivel ott fel kell vennie valamilyen szinten a harcot, különben elsodorja teljesen. Hát persze, ez egy nagyon nehéz dolog. Az inger küszöbük a gyerekeknek az sokkal magasabb, mint nekünk volt. Nagyon sok minden elérhetővé vált. Bizonyos dolgokban azért van előrelépés, például itt látom a fiatalokat, ahogy sétálgatnak és készülnek a szilveszteri bulikra. Az például szerintem nagyon jó, hogy nem lehet minden boltban cigarettát kapni, de ez csak a magánvéleményem, és sokkal kevesebben dohányoznak a fiatalok közül, ahogy látom. Ugyanakkor az, hogy mi mondjuk a 80-as évek végén, amikor gyerekek voltunk, és láttunk egy osztrák vagy egy német, voltak ezek a nagy könyvek, mint a Kverle, talán emlékszem, meg a Burda, ilyesmi katalógusok, ahonnan lehetett rendelni mindenfélét, akkor kerek szemekkel néztük a színes képeket, hogy ott van Lego, hogy ott van ilyen ruha, olyan ruha, és ugye erről álmodoztunk, hogy ez micsoda csodálatos hely lehet ez a Nyugat-Európa. Néha versenyekkel eljutottunk, de nagyon ritkán. Hát ehhez képest ma már a gyerekek egy-egy kattintással bármit elérnek, és nem mondom, hogy ez rossz, hanem inkább ez egy olyan dolog, aminek a kezelésére nem vagyunk felkészülve, és nem tudok én se okos megoldást, de ha megnézed például a Mad Max filmekből a legelsőt, ajánlom mindenkinek, nézze meg az első Mad Max filmet és az utolsót, és nézze meg, hogy hogyan hat a rendező és a színészi gárda a nézőre, hogy milyen ingerekkel próbálták sokkolni akkor Mel Gibsonnal, ha jól emlékszem, ő szerepelt az első Mad Max-ben,
és most. És mind a kettő egy nagyon jó film volt a maga korában, de hát ma szinte röhelyes az első Mad Max. Inkább viccesnek hat, igen, mint ami valóban sokkal az embert, hiszen nap mint nap sokkal erősebb ingerek érik. Így van. Már a gyereket is. Nap mint nap, hát már a rajzfilmekben is. És sokkal, sokkal durvább ingerek. És ez nem... Nem tudom, hogy rossz vagy nem rossz, mert ugye 2000 éve azt mondják, hogy a következő generáció lesz az utolsó, és világ vége fele haladunk, én ebben nem hiszek. Egyszerűen azt gondolom, hogy nekünk pedagógusoknak is más és más eszközökkel kell a gyerekekhez hozzáállni, vagy fordulni, és ez inkább azoknak a pedagógusoknak nehéz, akik az iskolában kell, hogy helytálljanak nap mint nap, hiszen ott nem önkéntes alapon történik a tanítás, hanem ez egy kötelező tanítás, egy kötelező forma. Még nálam hozzám az jön, aki ide akar jönni, és aki ezt a dolgot szeretné csinálni. Ti amikor eljöttetek Pécsről, és elkezdtétek itt Győrbe az úszásnak a felfuttatását, vagy felépítését, hiszen mondtad, hogy azelőtt itt melyik két úszoda létezett a városba. Ez mennyire volt biztos számodra? Vagy mennyire volt biztosíték arra, hogy valóban sikerül azt elérni, ami terve volt? Ez ami terve volt, az igazából az, hogy egy széles bázissal tudjunk dolgozni, és előbb-utóbb a lehető legtöbb gyereket végig tudjuk nézni, és ki tudjuk választani a legügyesebbeket itt Győrben először, aztán a szélesebb régióban. Ez, hát erre nem volt biztosíték. Tehát én inkább arra gondolok, hogy az ehhez szükséges támogatás meg lesz végig, ami itthon mindig egy nagy probléma, hogy lehetne sok irányba eredményeket elérni, de nincsen meg akár város szinten, vagy akár szövetség szinten az a támogatás, ami ehhez szükséges. Hiszen te nem úgy jöttél már ide, hogy kezdőként most indulsz el a pályán, hanem Pécsen komoly eredmények voltak már. Hát így van, illetve aztán dolgoztam hát Kőbányán, és így van az olimpián. A szövetségben te 2004-től már elsz az utánpótlás, utána meg már a felnőtt para szakágvezető voltál. Igen. Hát sosem is biztosíték, de én azt gondolom, hogy egyfelől nekem óriási nyugalmat ad az, hogy meglehetősen jó szinten beszélek németül és angolul, és rendszeresen kapok állásajánlatokat, tehát nekem soha nem volt az, hogy úristen, ha itt nem sikerül, akkor mi lesz velem? Felkopik az állam? Hát nem, hát én igazából bárhol dolgozhatok. Tehát ilyen szempontból, amikor itt elkezdtem, akkor én nem az életemért küzdöttem, és nem is hiszem, hogy jó, hogyha valaki így áll egy munkához. Ugyanakkor most már 4 év után én nyugodtan kijelentem, hogy itt Győrben, hogyha valaki akar dolgozni, akkor tud. Tehát a támogatás mindazzal együtt, hogy egyéni sportág vagyunk, és elviekben hátrányt szenvedünk a TAO sportágakkal szemben, ez Győrben nem igaz. Az önkormányzat kiválóan kezeli, és abszolút kompenzálja azokat a hátrányokat, amik minket, vagy a többi egyéni sportágat esetleg érhetik, és a sporttámogatás az nagyon-nagyon méltányos ebben a városban. És nem arról van szó, hogy kiszorjuk a pénzt, és konzerváljuk a középszert egy közepes eredményhez, egy magas jólétet társítva, hanem arról van szó, hogyha szeretnék rendezni egy versenyt a gyerekeknek, hogyha ide jön egy edzőtábor, hogyha mi el szeretnénk utazni Bódmezővásárhelyre egy ifjúsági országos bajnokságra, akkor az nem probléma. Tehát nem a gyerekek tejben vajban való fürösztéséről van szó, hanem arról, hogyha valaki teljesít, akkor azt tudjuk honorálni. Tehát gondolok itt arra, hogy van ifjúsági Európa-bajnoki ezüstérmesünk, van EIOF ezüstérmesünk az elmúlt pár évből, hogy csak a fiatalokról szóljak, ugye a nagyoknál mindenki tudja, vagy sokan tudják, hogy voltak 5-en az olimpián, 5-en, 4-en az univerziádén, tehát egész jó kis felnőtt csapatunk van, 6-an a rövidpályás EB-n, és ez a szám az egyre növekszik évről évre, nyilván nem fenntartható az örökké, de hogyha valaki produkál, akkor utána azt tudjuk honorálni egy edzőtáborral, egy aprósággal, mondjuk egy cipővel, ami neki a súlyemelő edzéseihez kell, ilyen dolgokkal. És nálunk az úszó sportágban, hála Istennek, még nem,
nem figyelhető meg az a tendencia, ami az anyagilag jobban ellátott sportágokban megfigyelhető, hogy emberek kiállnak az utcára és verik a mellőket, mert hogy nagyon gyorsan csináltak valamit, vagy nagyon ügyesen csináltak valamit, most nem is akarok sportágat mondani, és nincsenek túl magas elvárásaik a sportolóknak, ők teljesen tisztában vannak azzal, hogy ez a dolog, amit ők csinálnak, ez egy szelete az életüknek, hogy ez nekik fontos, de nem várják el a társadalomtól azt, hogy ezt hogy emiatt őket a végtelenségig finanszírozzák, vagy eltartsák. Tehát éppen ezért, amit az elején mondtam, valamennyi gyerek végzett edző most már a felnőttek közül, valamennyi gyerek felsőoktatási intézményben tanul, vagy már végzett, és hát arra próbálom őket ösztökélni, hogy az életben majd egy valamilyen irányba induljanak el, hogy ez a sport, vagy bármilyen másik szféra, azt már nekik kell megérezni és megtudni, abban nem is szeretnék beleszólni, de mindenképpen kell, hogy a kezükben legyen egy olyan szakma, amivel aztán el tudnak helyezkedni. Akár ebben a városban, akár máshol. Ez a szemlélet, ez biztos, hogy nem megszokott. Főleg egy ilyen teljesítményorientált sportágban. Ezt te otthonról hozod? Vagy ez az évek alatt gyűjtött, akár külföldi tapasztalatoknak is összegyúrt? Hát a külföldi tapasztalatok, én nem látom azt, hogy külföldön, akár az Egyesült Államokban, akár bármelyik más angol száz országban olyan nagyon-nagyon magas szinten lenne, vagy ez a szemlélet, vagy más szakmai tudás. Szerintem Magyarországon nagyon, nagyon sok helyről magadba szívhatsz bölcsességet és tapasztalatot, főleg Budapesten, ugye a Kőbánya Sportklub, a Jövő SC, a TF, abszolút ilyen helyek, tehát olyan emberekkel dolgozhattam együtt a pályámon, akiknek csak köszönettel tartozom, mindenek előtt persze a saját apámnak. Hát ez inkább filozófiai kérdés, hogy bármilyen szakmában van az ember, akkor igenis, hogyha normálisan gondolkodik, akkor felteszi azt a kérdést, hogy akár a társadalom, akár az ebben közvetlenül résztvevő egyének szintjén milyen értéket teremtünk a munkánkkal. És az már aztán persze a saját értékrendünktől, vagy elfogultságunktól függ, hogy értéknek gondoljuk-e azt, hogy valaki gyorsan úszik. Hát mondhat persze érték, mert jár érte országos bajnoki pont, a klub jobb lesz, a váltó nyer, kapnak aranyérmet, de igazából a társadalmi szinten, illetve az egyén, mint a versenyző szintjén, nem ez az érték. A társadalom szintjén az az érték, hogyha olyan embereket tudsz nevelni, akik utána egy pozitív, egy gondolkodó hozzáállással tudnak tovább élni ebben a társadalomban, lehetőleg ebben az országban. Akkor valóban egy értéket teremtette, hogyha nem szerencsétlen élsportolókat szabadítasz rá a szociális hálóra, hanem valóban alkotó embereket, akkor értéket teremtettél. És ez teljesen mindegy, hogy ezek olimpiai bajnokok, vagy országos bajnoki 97. helyezett gyerekek. És én hiszek abban, hogy a kultúrának ebben óriási szerepe. És nyilván ennek van egy gazdasági része is, hogyha valakit sportolónak nevez, akkor várhatóan a társadalom biztosítási költségei is alacsonyabbak lesznek, mint a kardiovaszkulális rendszer, mint a legtöbb járulékos betegség, ami a modern, civilizált életmódból adódik, azt őket hosszabb ideig el fogják kerülni, mint az átlagembert. Ez is egy érték. Az egyén szintjén pedig, az ebben részvevő egyén szintjén a versenyző számára az az érték, hogyha neki egy kicsit kinyitod a világot, mind a külföldi utakkal, mind azzal, hogy könyveket ajánlasz neki, mind azzal, hogy olyan kérdéseket teszel fel neki, ami ott gondolkodásra készteti, esetleg a nyelvtudás fontosságára felhívod rendszeresen a figyelmet. De szerintem ezek az értékek. Mert egyébként, hogyha szigorúan filozofikusan vizsgálod, akkor számomra pedig valóban az az érték edzőként, hogy ez a gyerek az nagyon gyorsan úszik, és nekem dicsőséget, pénzt, paripát, fegyvert hoz a klubba, és az én életembe is. Tehát az én életem akkor lesz elsősorban jobb, anyagilag, minden egyébben, hogyha a gyerekek gyorsan úsznak. Ha szigorúan az anyagi oldalát vesz.
ez furcsa, hogy, hogy ebből látszik, hogy mennyi munka van egy edzőnek, akár egy pályának a felépítésében, és mégis azt szokták mondani, hogy, hogy az egész sikernek, vagy az eredménynek a hányadait, hogyha nézzük, akkor 1-2% az, ami az edző múlik. Hát ez így van, mert ugye ha csak a VO2 max kapacitást nézzük, annak a 97%-a genetikailag determinált. Tehát azt mondom, hogy egy gyereknek milyen az állóképessége, hogy neked milyen az állóképessége, az 97%-ban nem attól függ, hogy mennyit edzel, hanem attól függ, hogy milyen, ki volt az apukád és az anyukád, kik voltak az őseid. Ez az atlétikában sokkal jobban megfigyelhető, mint úszásban, mert ott egészen egyértelműen elválik mondjuk a 100-as sprinter és a maratonfutó. Nézzétek meg az alkatát, nézzétek meg a genetikáját. Hát ott ha valakire ránézel, akkor látod, hogy az milyen futó és milyen eredményt fog elérni. Akár a boka méret, akár a végtagok hossza, akár a felépítés, egyéb antropometriai jellemzői alapján. Úszásban azért ez egy picit más, mert ott más a közeg és sokkal változatosabb, de itt is elmondható, hogy olyan faktorok döntenek, amiket csak edzéssel nem tudsz befolyásolni. És akkor arról ne beszéljünk, hogy mivel tudsz befolyásolni, és hogy erre van egy szükség, mert nyilván ezek nem feltétlenül legális módszerek, de hát ezek etikátlan dolgok. Belenyúlni valakinek a szervezetébe is. És mindent a győzelemért feláldozni emberek egészségét. Hát igen, talán ez a legfontosabb ebben az egészben, hogy lehet, hogy bizonyos időtávon ezzel hatalmas eredményeket ér el, hogyha meg nem bukik vele, de hogy a versenyzőt teszi tönkre hosszú távon. Hát a versenyzőt, így van, hosszú távon a versenyzőt, illetve aztán még hosszabb távon pedig az emberek sportba vetett hitét teszi tönkre, mert egyszerűen annyi pozitív dopingeset van ma már a sportban, hát nézzük meg a kerékpársportot, hogy az emberek nincs kedve nézni, és elfordulnak tőle a szurkolók, a rajongók. Már egész egyszerűen kiábrándító. Kiábrándító az, hogy valaki csal, és úgy nyer. Ez nagyon sokat változott az elmúlt időben már a sportnak a megítélése, és az úszás sem kerülték el azok a feszültségek az utóbbi években, amik ezt még inkább rombolják. Nyilván edzőként, vagy akár az utánpótlásban dolgozó szakemberként ezt nem tudod kikerülni. Nem mondhatod azt, mint egy versenyző, hogy neki csak arra kell koncentrálnia, hogy mi az ő feladata, hanem ezzel neked is dolgod van sokszor. Te hogyan éled meg, hogy rengetegszer nem a sporttal, nem a munkával kell foglalkozni, nem olyan dolgokkal, ami inkább az időt veszi el ettől az egésztől? Hát annyi médium van már, ami elérhető papír alapon, illetve hát nagy részt az interneten, hogy gyakorlatilag bármilyen véleményt bárki megfogalmazhat, és abból lesz a hír, ami a leginkább átüti azt a nagyon magas inger küszöböt. Úgyhogy igen, ez jól látod. Nagyon sokszor az idiotizmus és a deviancia kap teret, és az nyer magának területet mind a megtekintések számában, mind a megosztások számában. Hát ezzel nehéz mit kezdeni. Az embernek ezt ki kell tudni zárni az életéből, és én is ezt próbálom. Ugyanakkor az úszószövetségben valóban vannak olyan feszültségek, illetve voltak olyan feszültségek, amik az elmúlt 20 évben erre nem voltak jellemzők. Hát ennek az okai, ez nehéz lenne. Nehéz lenne ezt feltárni 5 percben, sőt, előttem sem feltétlenül tiszták, vagy nyilvánosak, vagy ismertek. De az biztos, hogy most egy olyan szakasza indult el az úszószövetségnek, ami egy megnyugtató biztos jövőt mutat. Az utánpótlás kapitányként nekem a versenyeken, illetve a válogatott összetartásokon a legfontosabb, az elsődleges és legfontosabb, hogy a gyerekek, ha felhúznak egy címeres mezt, akkor tudják, hogy ez nem jár, tudják, hogy ez nem egy
nem ruházza őket fel semmiféle joggal, ez csak és kizárólag kötelezettségekkel jár, amiknek meg kell felelni. És magyar válogatottat képviselni, az nem csak a medencében feladat, sőt a legkevésbé a medencében feladat, hanem elsősorban az utcán, és ugye a reptérre való érkezéstől, a reptérről való távozásig, amíg ez a címeres mez rajta van, ez addig tart. De hát én úgy érzem, hogy az utánpótlás válogatottnál ilyen problémák egyáltalán nincsenek, és biztos vagyok benne, hogy a felnőtt válogatottra is érvényes már. Talán ez a decemberi rövidpályás EB volt az első, amikor igazán jó hangulatban tudtunk időt együtt tölteni a felnőtt válogatottal. Ebben talán lehetne sokat tanulni a fiataloktól. Ennek tavaly évvége felé hangot is adtál a Romániában megrendezésre került 8 nemzetek kupáján, hogy nem is az a fontos neked ebből az egészből, hogy mekkora eredményt ért el a csapat, ami nyilván nem elhanyagolható, hanem hogy olyan csapategység volt, amit kopinthatna igazán a felnőtt válogatott is, vagy a felnőtt szakán is. Hát ez így van, ugye kopinthatnák, de ők is emberek, ők is már 20-30 éves emberek, akik egészen másképp szocializálódtak. Most az, hogy milyen eredményt értünk el például ezen a 8 nemzet versenyen, hát fantasztikus eredményt, és agyonvertük az összes többi országot. Tehát ha jól tudom, akkor a második, harmadik helyezetnek volt annyi pontja, mint nekünk. Tehát nekik együtt, mint amennyit mi külön gyűjtöttünk, ami egy óriási eredmény. De emellett, ahogy mondod, csapatként viselkedtek, eleget tettek az alapvető etikai normáknak, és én erre vagyok a legbüszkébb, hogy tudtak élsportolóként viselkedni. Mert úszni bárki tud, aki kicsit tehetségesebb, az tud úszni. Labdát rúgni, azt is bárki tud, aki kicsit ügyesebb, vagy kiemelkedik a véletlen, a szerencse folytán, az be fogja rúgni a 11-est, be fogja rúgni a szabadrúgást, de viselkedni azt meg kell tanulni, és ez nekünk fontos feladatunk, pedagógusoknak, edzőknek, sportvezetőknek, hogy ennek adjunk egy komoly hangsúlyt, és akkor lehetnek majd az élsportolókból valóban példaképek. Idén több olyan nemzetközi verseny is volt itthon, ami elég fontos volt a sportek számára is, sőt a Győri Egyesület számára is, akár a VB, vagy akár az EJOF. Ez a győri rendezésű EJOF lehetett talán ennek az úszodának, vagy akár a győri úszás felemelésének az eddigi csúcspontja. Hát abszolút mértékben. Milyen érzés volt ezt megélni, hogy fölépítettetek viszonylag rövid idő alatt egy olyan szintű komplexumot és az akköré szerveződő egyesületet, ami ezt képes volt megszervezni és helytállni? Hát az, hogy ez fölépült, az elsősorban a városvezetés érdeme, mint az is, hogy itt EIOF-ot, tehát ifjúsági olimpiai játékokat tudtunk rendezni, az is az Olimpiai Bizottság, Magyar Kormány, hát ez nem a mi érdemünk. Nyilván, de hát ez kell egy olyan szakmai háttér, amire ezt lehet építeni. Ez kell egy olyan szakmai háttér. Igen, hát az EIOF-nál a legnagyobb kérdés az volt, hogy egy ilyen feladatot, amit több ezer sportoló és önkéntes és versenybíró mozgatása jelent, a szurkolókról nem is beszélve, az hogyan tudunk megoldani egy időben a Magyarország valaha volt legnagyobb sporteseményével, a vizes világbajnokságával. És ugye a vizes világbajnokságon kellett rendezni szinkronúszást, úszást, vízilabdát, műugrást, toronyugrást, open water versenyeket, de itt 10 különböző sportágat egy időben, 10 különböző helyszínen kellett lezongorázni, és mellette szállítani, mellette étkeztetni, mellette szállásoltatni. Úgyhogy mondjuk az önkéntesek közül volt olyan győri szintén, aki a vizes VB-n kellett, hogy önkénteskedjen, és nekünk is a megszokott versenybíróink közül volt olyan, aki mivel finak kvalifikált, nem tudott itt lenni, például az úszóversenyen. Már ott kellett lennie egyszerűen a világbajnokságon. Hát ez volt a legnehezebb feladat benne előzetesen, hogy tudunk-e így helytállni. És hát a végén a konklúzió az volt, hogy a kötelező tiszteletkörökön kívül, amit nyilván minden esemény után
elmondanak az aktuális házigazdának, hogy mennyire köszönik és mennyire ügyesek voltak. Azt kell, hogy mondjam, hogy a színfalak mögött és a vacsoráknál és a későbbi versenyeken is mindenki azt mondta, hogy ez tényleg elképesztő jó volt, és a legjobb visszajelzés talán az, hogy a következő versenyünk az EIOF után, ami a SciTech Open volt itt decemberben, ott is 800 versenyző vett részt. Tehát ami egy elképesztő nagy szám, és az egyik legnagyobb verseny lett ezzel Európában. Ez egy időben a rövidpályás EB-vel történt, tehát nem volt feltétlenül indokolt ez a nagy szám, de igenis, most már mindenki szeret Győrbe visszajönni, és mindenkinek az emlékezetében ez egy különleges dolog volt, ez a győri EIOF. Körül, meg a pesti vizes VB körül is sokan a pénzzel rúgóztak viszonylag hosszú ideig, és nyilván amikor itt Győrben is elkezdődött akár az úszodaépítés, elég nagy feszültségek voltak ebből. Most már ez belátható itt győri szinten legalább, hogy ez nem csak pár embernek a hobbiát tette lehetővé, hanem amit említesz, hogy milyen szintű versenyek vannak már itt Győrben, akár edzőtáborok is, hiszen a VB-re is több külföldi válogatott készült itt a győri úszodában, akár az izraeliek, a hollandok is, akik az úszósportban azért nem hátul kullognak. Tehát ez ad egy bizonyos súlyt ennek az egésznek. Hát egyfelől ez ad egy súlyt az egésznek, mert ugye az edzőtáborokkal, a versenyekkel, mind az itt töltött éjszakák száma, ugye az idegenforgalmi adó, illetve hát a kiszolgáló vendéglátó helyiségek, illetve különböző szolgáltatások profitálnak ebből helyi szinten, tehát ennek van egy gazdasági oldala. Ugyanakkor azt gondolom, hogy itt Győrben, hogyha valaki el akar jönni úszni, és bemegy az úszodába reggel 9 és délután 3 között, akkor majdnem 10 pályából válogathat. Ezen az intervallumon kívül pedig 3, de legalább 2 pálya mindig van a vendégeknek. Amire lehet azt mondani, hogy kevés, hát más városokban, például Pécset ennyi sincsen. Tehát ez azt gondolom, egy jó kombinációja, egy jó megalkovás a versenysport és a lakosság között, hiszen azt nem szabad elfelejteni, hogy ez a pénz. Ez lehet, hogy egy versenyúszoda, lehet, hogy egy versenyúszodának épült ez az úszoda, ez a létesítmény, de hát adóforintokból, úgyhogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy a lakosság ezt használhassa. És ha megnézzük a jegyeladásokat, akkor használják is, és nagyon, nagyon szépen megtelt élettel a győri úszoda. Sokszor méltatlan, ami ezzel kapcsolatban napvilágra kerül, és akár információ hiányában a laikus csak a számokat látja. És ez is, amit előbb említettem, sokszor olyan dologgal kell foglalkozni, amivel nem kéne ezt. Hogy éled meg, hogy olyan sokszor nem a sportról beszélnek az emberek, hanem csak ezekről a sarkított dolgokról, amikre nyilván minden dolognak van két oldala, meg van egy éle is. Nem hát, olyan egyszerű ez, hogy csak a számok alapján eldönteni valaminek az értékét. Hát most nézd, ami napvilágra kerül, az... Én nem nagyon olvasok Facebookot, nem nagyon olvasok napilapokat, nem nagyon nézek honlapokat, tévét pedig egyáltalán nem követek. Ami napvilágra kerül, az azért kerül a napvilágra, mert valaki politikai tőkét kíván belőle kovácsolni, legyen akármelyik oldal, és ezeknek az embereknek jellemzően semmi sem drága. Tehát nagyon könnyű azt mondani egy vizes világbajnokságra, hogy mennyire drága volt. Hát mondjuk olyan sok összehasonlítási alapunk nincsen, mert vizes világbajnokságból eddig csak egyet csináltunk, és ezek rendszerint egyedi események, tehát persze, hogy rá lehet mondani, hogy drága. Persze, hogy ez sokkal populárisabb dolog, azt mondani, hogy fú, ez nagyon drága volt, micsoda hülyeség, mint az, hogy hát gyerekek, minden idő legnagyobb és legjobb eseményét hoztuk tető alá, legyünk erre büszkék és örüljetek neki. Hát ezzel mondjuk egy ellenzéki politikus aránylag kevés szavazatot és kevés aláírást fog gyűjteni a neve mellé. De hát az ellenzéknek az a dolga, hogy opponáljon, legalábbis itt így érezzük. A kormánypártnak meg mindig az a dolga, hogy a kormánypárti döntések mellett álljon ki. Úgyhogy én ezeket a dolgokat próbálom kizárni az életemből, és nem nagyon foglalkozom vele. Én azt gondolom, hogy sportolóként, illetve sportedzőként Magyarországon ma olyan lehetőségek vannak, hogyha valaki akar dolgozni, majdnem
majdnem azt mondom, hogy bármelyik városban Magyarországon, akkor neki olyan sok gátja nem lesz. Tehát gombamód nőnek a sportlétesítmények, egyre magasabb támogatást kapnak az egyéni sportágak is, és igazából ahhoz képest, hogy 15 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem edzősködni, milyen lehetőségeink voltak, hát most ennek a sokszorosát kapják mind a gyerekek, mind az edzők. Nem anyagi szinten, hanem vízfelületben, edzőtáborokban, versenyekben. És ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy mások mit mondanak. Egyébként sincs olyan, hogy mások. Hogyha az ember mindig azzal foglalkozik, hogy az emberek mit mondanak, nincs olyan, hogy emberek. Vagyok én, vagy te, mi vagyunk, és azzal kell foglalkozni, amit mi mondunk, ami körülöttünk zajlik. Nem azzal, hogy valaki fővárosban, vagy a Tiszántúlon mit írt le, mondjuk a mi rendezvényünkről. Hát jöjjön el, és ha van egy véleménye, az közölje velem, és akkor tudok vele foglalkozni, de az, hogy valaki ezt leírja, és megjelenik... Hát nyilván ennél sokkal kényelmesebbek. Nem vagyunk, mert hogy pont nem magunkról beszélünk éppen, de sokkal kényelmesebbek ma az, ahol meg kéne mozdulni, hogy ennek valóban utána járjon, és főleg azért érthetetlen volt ez számomra nyáron, úgyhogy különösebb közöm nincsen az úszáshoz, hogy azért egy több mint 100 éves Magyarországon jelenlévő sportról beszélünk, ami világviszonylatban az élen van, akár az idei eredményeket is nézve. Ez így van. És ahhoz képest meg, hogy most mennyibe került, az nem, valahogy nem került a túloldalra, semmilyen oldalról, akár szakmai, vagy akár politikai oldalról lényegtelen, hogy azért a sport mennyit tett le az asztalra ez alatt a több mint 100 év alatt. Hát ez így van, és az, hogy ott álltok 17 ezeren egy úszóarénában, és hallgatjátok, vagy éneklitek a magyar himnuszt, vagy látjátok, hogy a 4x100-as férfi gyorsváltó bronzérmes, az nagyon nehéz kifejezni anyagilag. Az egy óriási érzés, és az ad igenis egy olyan összetartozás érzést, ami egy jó dolog, ami egy nagyszerű dolog, aminek semmi köze nincsen a nagyon-nagyon rossz értelembe vett nácizmushoz. Az igenis egy nemzeti büszkeséget tud adni ennek az országnak, amire szüksége van. Tehát szükség van arra, hogy itt az emberek büszkék legyenek erre az országra, büszkék legyenek a tehetségeikre, és hogy ezt testközelből megtapasztalják, ezt nem lehet gazdaságilag kimutatni számokban. Nem is érdemes. Hát ez egy elég küzdelmes feladat, és úgy látszik, hogy a ti családotokra az jellemző, hogy ilyen feladatok találják meg, vagy ilyen feladatokat talál magának. De ehhez képest még mindig édesapád azt mondta, már évekkel ezelőtt is, hogy Magyarország a békeszigete. Te meg hasonlóképpen vélekedsz, és mindig azt mondtad, hogy Magyarország egy remek hely, és aki itt akar eredményt elérni, annak tényleg nagyon nagy gátja nem lehet, hogyha azzal foglalkozik, ami ehhez szükséges. Ez így van. De az, hogy milyen eredményt akarsz elérni, az is egy dolog, illetve az, hogy milyen életet akarsz élni. Én dolgozhatnék a világ bármelyik pontján, Hawaii-tól Japánig tényleg. A magyar edzőket nagyon megbecsülik, a magyar edzőket mindig keresik, a nyelvtudásom is megvan hozzá, de így Győrben, hogyha kézbe veszem a januári színházprogramot, akkor látom, hogy újra megnézhetem Mácsai Pált, vagy esetleg lehet, hogy majd februárban megint eljön Bálint András, és előadja a Heltai naplóját, amit nagyon szeretek. Ezután sort keríthetünk olyan beszélgetésekre, amikre nyilván külföldön abszolút semmiféle lehetőség nem lenne. Ha úgy gondolom hétvégén, akkor 80 kilométerre vagyok a Káli-medencétől, lemehetek, és nekem ez vagy a Tihanyi apátságot meg tudom nézni, a Pannonhalmi apátságot. Ez nekem a világ legszebb helye, a világ legjobb országa, és nagyon-nagyon szeretek itt élni. Én nem tudnám elképzelni, hogy külföldön éljek. Te az első igazán nagy sikereket a parasporttal érted el Pécsen, Pásztori Dóra, vagy akár Sors Tomi, akivel te olimpián is voltál kint. Nagy alakjai ennek Győrben. Megvannak már az új Sors Tomik, Pásztori Dórik? Hát nincsenek egyelőre, nem jelentkezett túl sok paraúszó az egyesületben, de nem is cél, hogy sok paraúszó legyen, vagy sok úszó legyen egyáltalán. Hát nyilván ez egy szociális kérdés. Én próbáltam egy-két szálat megmozgatni ebben az ügyben,
hogy ne rejtsék el az emberek a mozgásérő gyermekeiket. Hát mert hogyha valaki jön, akkor foglalkozunk vele, de egyelőre nincsen túl jelentkezés. Pedig példák vannak rá, hogy mind a ketten azt mondják, hogy ez mennyit segített nekik, akár az önelfogadásukban, és nyilván az életükben is. Hát igen, most ez egy jó kérdés, amit mondasz, mert éppen a napokban olvastam egy cikket, ahol azt taglalják, hogy mennyire nem lehet együtt edzeni a mozgássérült vagy sérült embereket az épekkel, pedig hát szerintem az integrálás ebben is fontos lenne, és akár a Sorstom is remek példa erre, hogy ő épekkel versenyzett is, nem kis eredményekkel. És hogyha nem integráljuk ezeket a gyerekeket, tehát egy mozgássérült gyereknek azt mondjuk, hogy neked külön kell edzened, akkor annak az üzenete a mozgássérült fele, és az épp fele is, hogy az ember attól ember, hogy hány végtagja van, és hány működő izma. Hát nem attól ember az ember, hogy milyen hosszú a keze, és mennyire működik a lába. Az emberségnek nem ez a mérő, a fokmérője, a legkevésbé sem. Hanem az, hogy mi van a fejében. Az a fokmérője, attól lesz ember, hogy nem az ösztöneit követi, hanem gondolkodik. És tényleg, amikor olvastam ezt, most nem akarom nevesíteni, hát már klaviatúrát ragadtam, és majdnem írtam ez ügyben, de hát ez is egy vélemény, ezt el kell fogadnom, én abszolút az integrációban hiszek. És van olyan paraúszó fiú, aki jár hozzánk, és készül nálunk, nem lesz belőle élsportoló, csak az egészsége miatt úszik, de nagyon jó, igenis nagyon jó az, hogyha az épp gyerekek látják, hogy nem az a legnagyobb tragédia, amikor valaki nem lájkolja be a képeidet, nem az a legnagyobb tragédia, amikor nem kaptál pénzt a hétvégi bevásárlásra, és örülni kell annak is, hogyha egy teljes, egészséges, épp testtel születtél erre a világra, és nagyon sokat segít a világképüknek a formálásában, hogyha mozgássérült vagy sérült embereket látnak, ha lehet, akkor minél többször. Így van, test közelből. És a mozgássérült gyerekeknek pedig nagyon jó, hogyha az épek őket elfogadják, és velük tudnak kommunikálni, mert hogyha csak sérültek között vannak, az egy nagyon szomó, akkor nem lehetnek épek, akkor ne várjuk el tőlük azt, hogy az épp társadalomba később be tudjanak illeszkedni. Tehát egy kegyetlen dolog. Ugyanakkor van olyan sérültség, van olyan fokú sérültség, amit nem lehet integrálni. A járulékos betegségek, illetve a járulékos igényelt segítség okán, de hát ez egy nagyon kicsi. Nagyon viszont általában ott meg a szülő erőlködik azon, hogy mégis lehessen, amivel inkább árt. Nem. Érdekes van, nem, abszolút nem. Ezt mondanám, a szülők azok kifejezetten védik ezeket a gyerekeket, és nagyon sok gyerek, aki Pécset elkezdett nálunk járni, mozgássérült, ők az első pár alkalommal még az anyukája öltöztette, meg az apukája, aztán meg kellett nekik mondani, hogy mindig mondok, hogy olyan dolgot megcsinálni, akár egy épp, akár egy mozgássérült gyereknek, amit önmaga képes végrehajtani, az tilos, hát nem szabad. Nem szabad. És leszoktak róla, és egy idő után ezek a gyerekek elkezdtek autót vezetni, meg egyetemre járni. Hát ahogy a Tamás is. Ahogy a Tamás példa erre, így van. Hogy az olimpia után megtanult vezetni. Így van, és a Tamás is most ugye jogi egyetemre jár, most volt, sikerült levizsgázni a római jogból nemrég, és mellette a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság és Sportolói Bizottságának a tagja, amely komoly dolog, most választották be nemrég. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy egy mozgássérült, meg mondhatjuk azt is, hogy egy sikeres ember. Ahhoz képest, hogy te nem készült edzőnek, meg nem ezen a pályán gondoltad el az életedet, elég szépen belerántottad magad ebbe az egészbe, és jöttek nyilván az eredmények is. Mik a tervek a közeljövőre? Hát a közeljövőben a tervek, ugye a 18-as évben lesz ifjúsági olimpia, ifjúsági Európa-bajnokság, lesznek kisebb serdülőversenyek, meg persze felnőtt bajnokság és Európa-bajnokság. Hát nagyon szép lenne, hogyha az első gyerekeink innen Győrből el tudnának menni szeptemberben egy amerikai ösztöndíjra, van is erre szansz. Lehet, hogy két gyerek is Észak-Amerikában folytatja a tanulmányait szeptembertől. Ennek nagyon örülnék.
És ez tényleg egy jó érzés valakit elindítani egy ilyen pályán is. És persze az is jó lenne, hogyha meg tudnánk nyerni a pontversenyt a bajnokságban, mert most a rövid pályás országos bajnokságban olyan dominanciát mutattunk, amire nem volt példa. 1000 ponttal megvertük a második helyezettet, és hát jó lenne, hogyha a nagy pályán ezt megközelítenénk, és aztán a korosztályos bajnokságokban azt a 16 aranyérmet, amit az előző szezonban szereztünk, azt egy picit meg tudnánk növelni. Hát ez sem volt kis eredmény letarolni az egész országot az összes egyesülettel. Igen. Egy ilyen fiatal egyesületként ez elég nagy figyelmet hoz magával. Hát persze hoz figyelmet, hoz irigységet, hoz nem kívánt figyelmet is, de hát ezzel megint nem kell foglalkozni, nem ezzel kell foglalkozni. A kutya ugat, a karaván halad, mi pedig próbálunk jobbak lenni jövőre is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.